Köszönöm szépen. Kedves érsekatya, kedves rektorasszony, kedves paptestvére, kedves jelenlévők. Hát látom az órámon, hogy későre jár az idő, 6 óra 5 perc van, tehát ilyenkor biztos, hogy mindenkinek hát más is sokkal jobban este, mint egy biblikus előadást végighallgatni. De azért annyit előjáróban, mielőtt a témára rátérnénk, szeretnék mondani, kicsit reflektálva, amit érsekatyától hallhattunk, hogy bár Krisztián atya nagyon megtisztelt, hogy főtisztelendő doktor, professzor, teológiai tanár úr, de azért mégiscsak atya vagyok, ugyanolyan, mint a többi atyák itt a teremben, aki tegnap délután a templomnak a padlásán próbált egyensúlyozni a mérnök úrral, utána a gyerekeknek szerveztünk szombaton egy kis kiruccanást, amire fogunk menni, kisebb összeomlástól kísérve, mert nem volt elég szállítóeszköz, mert most mindenki akar jönni. Meg hát, amit érsek atya mondott a fiatalokkal kapcsolatban, hát az én azt tudom mondani, hogy van remény. Tehát azért remény az mindig van. Még az éneklés tekintetében is van remény. Éppen mondtam, hogy van egy 8-os fiunk, aki bárhova megyünk, ő otthon leírja az énekrendet szabad kézzel, az 10 példányban szabad kézzel lemásolja, odaadja nekünk, meg a híveknek, és ott énekelni kell. Tehát nekem is kell énekelni, mindenkinek kell énekelni. Megyünk le Egerszalókra, vagy megyünk be Egerbe a Kisboldogasszonyi búcsúra, ott bizony imádkozni, énekelni kell, mert a nagyfiunk az összeállítja nekünk az énekrendet. És ugye a hit átadásában a személyes szerepnek mekkora jelentősége van, és sokszor a tananyagot mennyire háttérbe szorítja, azzal kapcsolatban én egy személyes élményt tudok mondani. Nekem a hittanos pályafutásom 17 éves koromban úgy kezdődött, hogy Dobó gimnáziumban jártam itt Egerbe, nem voltam megkeresztelve, nem voltam vallásos, és akkor jött a hittanóra, érdekelt volna, és akkor anyám otthon annyit mondott, alá kellett a szülőnek írni egy nyilatkozatot, nem írok alá semmit. Tehát így kezdődött a hittanos pályafutásom, amiből összesen 8 hónap jutott egész életembe, tehát 8 hónapot tanultam összesen hittant, a többi már teológia volt. Azért én azt gondolom, hogy lelkesedéssel, hittel, élő Isten kapcsolattal mindent be lehet pótolni. De mellette volt egy kiváló plébánosom, aki azért tudott lelkesíteni, meg tudott példát mutatni. És ő mondta azt, és akkor ennyit ezzel le is zárnám a reflexiót, amikor jelentkeztem teológiára, azt mondta, hogy fogom látni az életét, egy plébánián laktam, gimis koromtól kezdve, fogom látni az életét, fogom látni a hibáit, fogom látni a jó oldalait, én döntök, hogy vállalom, vagy nem vállalom. És szerintem, hogy mit kell tenni, ebbe az instrukcióban nagyjából benne volt, hogy azért az a személyes kapcsolat, a személyes példa, még akkor is, hogyha az ember sokszor nem a legtökéletesebb, az nagyon sok mindent jelent. És akkor rátérnénk a témára, hogy a cím Isten teremtette, férfinak és nőnek teremtette és megáldotta őket, alapvetően ószövetségi téma, mert én úgy gondolom, nem azért, mert én is ószövetséges vagyok, hanem úgy gondolom, hogy az ószövetségben a Szentlélek megadta a jelzéseket, hogy nagyjából mire kell odafigyelnünk, ami az új szövetségben elnyeri a maga teljességét, ezt a mai este is fogjuk látni. Igaz, kicsit töredékes módon, hát én készítettem hozzá egy kis vetítést, egy kis mozit, de nem teljes, csak úgy a lényeget, amit nem akarok körülírni, mert nehéz körülírni, azt tettem rá. És hát az lenne valahol a program, hogy mivel a téma, hogy a férfi-nő kapcsolat nagyon szertágazik magában a Bibliában, illetve nagyon nehéz róla beszélni, mert akik olvasuk a Bibliát, tudjuk azt, hogy van egy korabeli gyakorlat, és van egy kinyilatkoztatás, ami között van egy hatalmas szakadék.
Tehát másabb a korabeli gyakorlat, és másabb már az Ószövetségben az a kinyilatkoztatás, ami a férfi-nő kapcsolatról, illetve magáról, a házasságról beszél. Ezért, ha valaki erről szót akar ejteni, akkor nagyon nehezen tudunk egyensúlyozni. Ezért én úgy gondoltam, hogy végighaladunk a bibliai kinyilatkoztatásnak a főleg ószövetségi súlyponttal a fontosabb pontjain, és utána teszünk egy új szövetségi kitekintést, ami igazából azt a képünket, amit esetleg kaphatunk az Ószövetségből, teljessé fogja tenni. És hát amennyi menet közben belefér, a korabeli szokásokra is egy kicsit rátérnénk, hogy ott a valóságban az néha hogyan mutatkozott. Nyilván akkor azzal kezdenénk, hogy egy-két szót erről a korról, amiben zajlik a kinyilatkoztatásunk, az Ó és az Új Szövetség. Itt igazából én Ószövetségre gondoltam. Hát lehet, hogy sokak ismerik, kettőt biztos, hogy ismernek ezekből a művekből. Ezek elfelejtett, ugye régi könyvek, illetve egy kommentár, ami szintén biblikus területen elfelejtettnek számít. Én a magyar nyelvűt azt mindenképpen ajánlanám, a bibliai lexikont, és hogyha valaki meg akar ismerkedni azzal az időszakkal, amiben a Biblia zajlik, Franz Werfelnek a regényét mindenképpen ajánlom. Egyetemista koromnak a hatalmas nagy élménye volt a Bibliával kapcsolatban, egy igazi aha élmény, amikor az ember ezt a regényt, ami Jeremiás prófétának az életéről szól, végigolvasta. Még a doktorim előtt is ezt olvastam, hogy én Ezekielből írtam, hogy tudjak róla beszélni, meg értsem azt a kort, amiben az Ószövetségi Szentírás zajlik. A kommentár, amit itt ajánlok, ez kevésbé is, mert esetleg neten fel lehet lelni. A két teremtés történettel kapcsolatban nagyon jó meglátások vannak benne. A kispapjaim, akik most már nagypapok itt vannak, ők találkoztak vele, használtuk annak idején egzegézis órán. Én magam se ismertem, egy 5-6 évvel ezelőtt találkoztam vele, véletlen folytán, odakint Rómában. Ott ajánlották, nagyon jónak tartottam. Nyilván angolul kell hozzá tudni, kevésbé ajánlom, mert a nyelvi korlát az eléggé koboly, de a másik kettőt mindenféleképpen, a bibliai lexikont egyébként mindenki el tudja érni, mert rajta van az arkánumon. Tehát arkánumra rámennek, és akkor ott megtalálhatják. A hatnapos teremtés történettel, papi teremtés történettel kezdenénk, ami a korban szokásos házasodási formához képest egy hatalmas novumot hoz, újdonságot. A kornak a házasodási szokásai nagyon egyszerű elven működtek, gyakorlati szempontokat követtek, gyakorlati anyagi jellegű szempontokat. Nem is volt tulajdonképpen a házasság sem társadalmi, sem vallási kérdés abban az értelemben, mint ahogy most, hanem két családnak az ügye volt, általában két családfői, akik megkötötték egymással hát a mi fogalmaink szerinti üzletet, de az ószövetségi fogalmak szerint nem is adásvételi díj volt ez, hanem sokkal inkább vérdíj, vagy egyfajta váltságdíj, amit adtak a mennyasszonyért, és ugye tudni kell az, hogy a mennyasszony, amikor megkapta a jegyajándékot, a vőlegénytől szimbolikusan, akkor az a tulajdonába kerül, de ő maga is tulajdonná vált. Tehát itt tulajdonképpen tulajdoni viszonyoknak a rendszere volt maga a házasság, mint szokás, és hát bár azt mondjuk, hogy voltak más tapasztalatok is ezzel kapcsolatban, de alapvetően így tekintettek rá, férfi-nő kapcsolat, fér tulajdona a feleség, akiért ő kifizette a váltságdíjat, teljes körűen rendelkezik felette. És ennek tükrében itt van a papi teremtés történet, annak is az emberre vonatkozó része.
ami a papi teremtés történetnek a csúcspontja, ugye mindegyikünk tanulta, hogy ezt megelőzően ugye 5 napban, 5 lépésben Isten felépíti és berendezi az ember számára a világot, és a teremtésnek a csúcsaként megteremti az embert mégpedig a maga férfi és nő kettősségében. Az első, amire felhívnám a figyelmet, nem akarok exegézist tartani, mert mindannyian tanultuk, az a többes szám az elején, hogy Isten újra szólt, teremtsünk embert, ugye ez a többes szám. Hogy az Isten ugye miért használ többes számot? Ugye többféle magyarázat volt erre. Valaki, aki ugye nyelvtani alapon közelítette meg, azt mondta, hogy ez vagy egy fejedelmi többes, vagy egy ilyen megengedő többes, amikor hát mi is mondjuk egy nehezebb feladat előtt, na akkor rugaszkodjuk neki. A keresztény hagyomány meg azt mondja, hogy ez a Szent Háromságra való korai ószövetségi utalás. És én erre hívnám fel a figyelmet, mert ennek tükrében nagyon érdekes a rákövetkező rész, mert ugye azt mondja, hogy képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá, férfinak és nőnek. És itt láthatunk egy párhuzamos szerkezetet is, itt a diának az alján, aminek pontosan az a lényege, hogy kiemelje, hogy Isten képmása az ember abban az értelemben, hogy férfi és nő. De sem nem több, sem nem kevesebb. És hogyha még hozzáveszünk ezt a Szent Háromságos vonatkozást, akkor azt lehet mondani, nekem ez meggyőződésem, hogy már az Ószövetségben, tehát már itt az elején úgy mutatja be a házasságnak a természetét, hogy valamit tükröz Istennek a belső viszonyaiból, amit ugye mi keresztények az Új Szövetség nyomán ugye Szent Háromságként ismerünk. Már itt. Tehát, hogy az ember, mint férfi és nő együtt, Istennek a leglényegét, Szent Háromságos természetét tükrözi. Mondjuk ugye a keresztény hagyomány alapján, és itt a nagyon pici nyelvtani jelzés alapján, ami a többes számnak a használata. Ugye képmásunkra magunkhoz hasonlóvá, ez a magunkhoz hasonlóvá, ez értelmezi ugye a képmásnak a fogalmát. Ugye tanultuk, ugye képmás, ez a bizonyos öntött képmás, vagy faragvány, vagy bálványkép, tehát ami konkrét, fogható, bár van Zsoltár helyünk, ahol a 39. Zsoltár 7. verse ilyen például, ahol az emberi egzisztenciáról beszél, úgy, mint képmásról, egyébként ez is elég érdekes. A hasonlóság pedig, azt mondja, az elvont értelembe vett hasonlóság. Amikor valamit valamihez hasonlítunk, és ebben az értelemben beszélünk róla, mint a valaminek a modellje, ami mint terv ott van előttünk, valamit megalkotunk, és a kettő együtt, így annyit jelent, hogy a teremtménynek, ugye az embernek küldetése, hogy hasonlóvá váljék Istenhez, az ő teremtőjéhez. Ez a mélyebb értelme ennek a két fogalomnak, így egymás mellett az embernek a küldetéséről szól. Kis nyelvtani sajátosság, magunkhoz hasonlóvá. Ugye ezt így magyarban így szoktuk átadni. Képmásunkra, mint egy magunkhoz hasonlóvá. Hogy az ember a szónak a legszorosabb értelmében Istennek a képmása úgy, mint akinek küldetés, hogy valamilyen formában hasonlóvá váljon. Nyilván ez nem fizikai forma, ezt tudjuk. Hogy milyen, ugye ez a bizonyos férfi és nő kifejezés árulkodik róla, hogy az ember, akinek küldetése, hogy hasonlóvá váljék Istenhez, férfi és nő. Mással kapcsolatban az Ószövetségi Szentírás nem beszél erről a fajta hasonlóságról, ami arra utal, hogy az ember a világ mindenségben egyedi. Tehát nincsen más hozzánk hasonló teremtmény. És ugye ez bontja ki a férfi-nő kettősség. Ahol én csak néhány szempontot akarok a megtanultakon kívül kiemelni. Az egyik, nem tudom, hogy tanulták-e annak idején exegézisből, kispapok tanulták, mert ugye hát próbálták volna ugye nem tanulni, meg kellett tanulni, hogy nagyon nyersen fogalmaz a szerző
Tehát nem azt mondja, hogy ahogy mi, hogy férfi és nő, ezt mi csak úgy fordítjuk, hogy olvasható legyen egyáltalán a templomainkban, hanem azt mondja, hogy hímnek és nősténynek teremtette. Tehát azt a terminológiát használja, ami nagyon nyersen a nembeli különbségre utal. Tehát nem, nincsen átmenet, hanem azt mondja, hogy az ember alapvetően két nemű. Ugye papi szerző az áldozat bemutatásoknál használt terminológiát használja, egyébként nagyon durva terminológiát, amit a fordításnál, tehát egyértelmű, hogy finomítani kell, hogyha ha emészhető fordítást szeretnénk. Ez az egyik, amire felhívnám a figyelmet. A másik, amire felhívnám a figyelmet, ez a bizonyos áldás, ami itt megjelenik. Ami a teremtés történetnek a nagy egységesítő fogalma, sőt a teremtés könyvének is a nagy egységesítő fogalma, szerepel az állatoknál, szerepel az ember esetében, szerepel a szombat esetében, szerepel Ádám esetében, Noé esetében, pátriarkák esetében. Az ember életnek nagyon sok területét érinti az áldás, úgy mint a családot, a nagyobb közösséget, a termést, a mindennapi megélhetést, egy nagy egységesítő fogalom. Itt pedig az a lényeg, hogy ahol mi modern emberek fejlődésről beszélünk, akik esetleg biológiát tanulnak, vagy tanítanak, és az evolúcióval kapcsolatban azok az ugrások, amiket minőségbeli ugrások, amiket nem nagyon tudunk megmagyarázni, ott az Ószövetség áldásról beszél. Tehát megadja azt a kulcsot a Biblia, hogy mi az oka annak, hogy a törzsfejlődésben például bidőségi ugrásokat találunk. Ott a Szentírás Istennek a beavatkozásáról, áldásról beszél. Ez az egyik szempont, amire felhívnám a figyelmet. A másik szempont, amire felhívnám a figyelmet, hogy ez az áldás, miben is mutatkozik meg legkézzel foghatóbb formájában a Bibliában? A gyermekben. A gyermekben. Hát az a legkézzel foghatóbb formája. Ezért itt a 28a versben ez egy, nem csak egyszerűen egy felszólítás, hanem ez egy ígéret is. Szóval legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Tehát ez egy felszólítás, ami ígéret is, ahol az első lényegi része ennek a kijelentésnek, hogy egyedül Isten képes az embert termékenyé tenni. Tehát más nem. Tehát a termékenység az élet továbbadásának a képessége Istentől származik, nem tőlünk emberektől. És ezt majd a második teremtés történetben látjuk, ahol Isten majd álmot bocsát az ember, hogy ott még ki is fejezi, hogy ennek a fajta csodának az ember nem lehet tanúja. Ugye ez a gondolatmenet nagyon messzire vezethetne, ugye a mai felfogásunkkal kapcsolatban, meg sokszor a gyakorlattal kapcsolatban, ahol ugye kísérlet történik az ember életnek a mesterséges létrehozására. És ugye valaki esetleg látta a Skrabszki Fruzsinának azt a filmjét, ugye, ami a Befogadás kitaszít a világ címet viselt, nem tudom, valaki esetleg látta, ugye ott beszél a Káli intézetnek a biológus arról, hogy számukra érthetetlen módon a beültetett, megtermékenyített petesejteknek csak az egyharmada marad meg. Kettőharmada nem. Nem tudják miért. Hát ők nem tudják, mert az a hölgy személy szerint mondta, hogy ő tudja, de ugye nem mondja ki. Mi tudjuk, mert itt elég egyértelműen fogalmaz a 28. versben, ugye a Teremtés könyvének az első fejezete, mert Isten az, aki képessé tesz az ember életnek a továbbadására. Ugye ez a bizonyos áldás, ami kell ahhoz, hogy az élet tovább öröklődjön. És ez a fajta ígéret, amit itt találhatunk, még két esetben ismétlődik meg. Az egyik a vízözönt követő időszak, amikor Isten újraindítja az életet
a teremtett világban, a másik pedig a pátriarkai történetek, ahol pedig az embernek az üdvösség történetét indítja újra Isten. Ott fordul még elő, máshol nem. Ez a fajta ígéret. És a nemzetségtáblák, amiket nagyon sokan ugye nem szerettünk a tanulmányaink során, amelyek ott vannak az Ószövetségben, ez lenne a következő. Ezek, azt mondja a kommentárnak a szerzője, Gordon Venem, hogy néma tanúi ezen ígéret beteljesedésének. Hogy Isten megígérte az embernek, hogy képes lesz továbbadni az életet, és amikor hozza ugyanez a papi szerző ezeket az általunk egyébként halálra unt nemzetségtáblákat, akkor azt akar érzékeltetni, hogy az ember életében ez az ígéret működik. És hogy itt megnézzük a nemzetségtáblákat, akkor azt is láthatjuk, hogy ugye nemzetségtábla, családtörténet, speciális héber kifejezés, hogy ahol előfordul, ott mindig van egy nagy fordulópont. És 12 ilyen fordulópontot jelöl meg a Teremtés könyve. Ugye nem véletlen maga a szerkesztés. 12, ugye az mindig ugye Isten népére utaló szám a Szentírásban. 12 fokozatot jelöl meg, és a 12. fokozat az már nem más, mint Isten népének a története. Ami egészen az Új Szövetség végéig, a Jelenések könyvéig hat. Tehát addig tart. Amíg Isten az üdvösség történetét le nem zárja. Ez a 12. fokozat, ami elindul a sínai hegyi szövetség kötéstől. Tehát van egy ilyen logikája magának a Teremtés könyvének. És amit fönt látnak, az egy nagyon érdekes dolog, hogy a héber nyelv ezekre is odafigyel, hát nem akarom tényleg nagyon untatni magukat ezzel, de érdemes megnézni, hogy teremteni, megáldani, hát rá kell nézni, hát ugye nagyjából hasonló módon írjuk, és hogyha kiszedünk belőle bizonyos mással hangzókat, akkor kiadja ugye Ábrahámnak a nevét, legalábbis annak egy részét. Ugye azt mondjuk, hogy a teremtésnek és az áldásnak ez az isteni ígérete, ez majd az Ábrahámmal kezdődő történetben, Isten népének a történetében fog kiteljesedni. És innen lehet megérteni azt, hogy a bibliai Izraelben, és az új szövetségi időszakban is, hogy miért volt annyira fontos a gyermekáldás. Nem csak egyszerűen azért, mert hogy ösztönösen gondolkodtak az akkori emberek, nem gondolkodtak ösztönösen, ez tudatos volt. Hogy Izrael akkor tudja az Istentől kapott történeti küldetését teljesíteni, ha sokasodik, ha senki nem vesz ki belőle. Ez volt a gondolat. Hallottuk a vasárnapi evangéliumot mindannyian, a szadduceusok és Jézusnak a vitáját, ugye a sógorházasságról, amikor kötelessége volt az elhunyt férj testvérének, hogy feleségül vegye az özvegye maradtat, aminek kettős indoka volt. Az első indoka az volt, hogy nem volt szociális háló, tehát valakinek az özvegyet el kellett tartani, mert egyébként a szószoros értelmében ilyen halt volna. A másik pedig a gondolat, hogy az elhunyt helyett utódot kellett támasztani, benne is van az evangélium szövegébe. Miért? Mert Isten népe csak akkor tudja a küldetését teljesíteni, ha egyáltalán fennmarad. És egyébként ez a gondolat szerintem még manapság nekünk is, magyar keresztényeknek egy nagyon komoly tanúsággal szolgál, hogy mi is a magunk küldetését mikor tudjuk megvalósítani, ha egyáltalán fennmaradunk. Tehát, hogyha nem fogyunk el, hanem létszámban megmaradunk. Ott van a gondolat magában a Bibliában. És akkor lépünk tovább. A második teremtés történet, remélem még azért annyira nem unják, második teremtés történet, itt is a szöveget hozom. Hát itt egy kicsit másabb a logikája a Szent Szerzőnek, itt elmondja a 7. versben ezt megelőzően a jakvista szerző, hogy Isten megteremti az embert, majd a 8. verstől kezdődően részletezi azt az életteret, amit Isten kialakít az ember számára. És a 18. versben történik egy észrevétel, azt mondja, azután így szólt Úristen,
Az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok neki segítő társat, aki hozzáillő. Azt mondja a bibliai szöveg, hogy szólt, valójában gondolta Isten. Valamit Isten kifejezett, ami az emberre jellemző, és ami elütött a kornak a szokásaitól. Micsoda? Hogy a házasság, a férfi és a nőnek a kapcsolata, az nem pusztán csak a gyakorlati szempontok által vezérelt kapcsolat, hanem ott valami több van. Tehát nem csak annyi, hogy a mindennapi munkában, a gyermeknevelésben segítenek egymásnak, meg anyagilag a férfi kötelezettséget vállal arra, hogy eltartsa a feleségét, hanem annál több. Segítő társ, ugye azt mondja, aki neki megfelelő, aki vele szemben áll, aki egyenlő vele, ezt mondja. Amit manapság úgy mondanánk, hogy egyenrangú partnerei egymásnak. Férfi és nő. De sokkal több, mint amit abban a korban a gyakorlat mutatott. Máshol is megfogalmazza ezt a Szentírás, a Prédikátor könyvében, 4. fejezet, 9-es, 10-es versről azt mondja, hogy jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, egyik a másikat fölsegíti. Vagy a rabbinikus irodalomban megfogalmazza azt a gondolatot, hogy amikor ugye Isten odavezette az állatokat az ember elé, és mindegyiknek volt párja, akkor csak az ember gondolta egyedül azt, hogy hát itt csak nekem kell egyedül lenni ebben a mindenségben. És akkor teremti Isten neki társul az asszonyt. Nem birtokul, nem tulajdonul, hanem társul. Ugye ezt mondja a hagyomány, ami az Ószövetséghez kötődik. Valahol maga a szövegünk azért izgalmas, ritkán olvassuk, mert megengedi megéreznünk azt az emberi magányosságot, ami ott van. Amikor az ember ugye egyedül van. Azt a fajta magányt, amit a Szentírás ugye a férfi-nő kapcsolattal lát feloldani, illetve majd később, ha odaérünk nem sokára, akkor fogjuk látni, amikor küldetése van annak, hogy valakinek egyedül kell lennie, amit mi a szolgálati papság jelen pillanatban, itt Krisztus után, hogy az Isten országáért vállalt tűtlenségben élünk meg. De ott is benne van, Isten országáért vállalt. Tehát van küldetés. Mert Isten az, aki ezt a hiátust egyedül képes kitölteni. Nincs más. Tehát tulajdonképpen a Szentírás egy két alternatívát állít egymással szembe, a nős életformát, és azt a fajta nőtlen életformát, amikor, vagy nem házas életformát, hogyha szerzetes nővérekre gondolunk, amikor küldetése van annak, hogy valakinek egyedül kell a szolgálatát végeznie, és az életét végig járnia. Ezt jó itt látni. A következő szempont, amire fölhívnám a figyelmet, az a 21. verssel kezdődő rész, ahol 5 igét fog meg a Szent Szerző, amelyeknek mindegyiknek a cselekvő alanya Isten, ahol az egyik legjelentősebb bozzadat az, hogy mondja, álmot bocsátott az emberre, tehát hogy az ember nem lehet tanulja bizonyos isteni közbelépéseknek, szóval kivette egyik oldalcsontját, és a helyét hússal töltötte ki. Itt nem a beavatkozásnak a módja, de célja a lényeges, hogy kitöltötte a helyét hússal annak az oldalcsontnak, amit kivett. Mit jelent ez? Az oldalcsontnak a kivétele, hogy az oldalából a vele egymagasságú részből vette ki azt a csontot. Egyenlőnek teremtette az asszonyt Isten az emberrel. És ugye ezt támasztja alatt a 23. versben az embernek a felkiáltása, hogy egy csont az én csontomból, hús az én húsomból. Ugye a rokonság, ami összeköti őket, a lényegi egyenlőség, ami összeköti őket, és az egymásra utaltság, hogy egymásnak segítő társai, amit ki is fejez maga a Szent Szöveg, amikor azt mondja, asszony a neve, mivel a férfiból lett. Most ha megnézzük, itt is hoztam direkt a két héber kifejezést, ami ide tartozik. Ez egy szójáték, amit a Biblia alkalmaz, amit a rabbik úgy magyaráztak, hogy ha kivesszük belőle az azonos betűket,
akkor marad egy jód, és marad egy hé, egy jé betű, meg egy há betű, ami a tetragrammatonnak, a szent névnek a két kezdő betűje. És hogy azt mondják a rabbik, ennek a szövegnek a nyomán, hogyha a férfi-nő kapcsolatból kivesszük Istent, akkor marad az az alef, meg sin, és marad a tűz, a konfliktus. Tehát, hogyha kivesszük Istent belőle. Tehát így fogalmaznak ugye a szöveg sajátossága alapján. Maga a szöveg hát nyilván egyedülálló az ókori keleten, ezzel a fajta egyenlőséggel, ahol ráadásul ugye azt mondja, hogy Isten oda vezette a férfihoz az asszonyt. Hogy Isten úgy viselkedik, mint egy vőfény, mint az apa, aki oda vezeti a lányát a leendő férhez. Mi a tartalma ennek? Az, hogy Isten garantálja a házasságnak a felbonthatatlanságát. Ő az, aki jelképes értelemben a váltságdíjat fizeti. Mert ő az, aki oda vezeti az emberhez, nem más. Ez egy fontos mozzanat, és ennek megvan a maga utórezgése az Ószövetségben, amikor azt mondja, a második törvénykönyvnek a 12-es, 14-es, meg 29-es fejezete, hogy Izraelnek megparancsoltatik, hogy nem hagyhatja el a szegényt, a levitát és a szövetséget, tehát semmit, ami Istenhez köti őt, viszont Isten cserébe, második törvénykönyv, 31.8, soha nem hagyja el Izraelt. Tehát soha nem hagyja el Izraelt. Mindjárt ott az elején, ezt meg is ígéri Isten. A másik, amit még ehhez hozzátennék, hogy meg kell nézni azt, hogy ki az, aki elhagyja az apját és az anyját. Azt mondja, férfi. Még két jelentése van, az egyik jelentése az, hogy ez a kapcsolat felülírja a szülőknek a tiszteletét, ami az ókori keleten az Istennek a tiszteletével vetekedik. A másik pedig nem a férfi hagyta ott sose a családját, hanem az asszony volt az, akinek ott kellett hagynia a családját, akit jelképesen bevezettek a férnek a házába. Tehát itt fölborítja, tudatosan borítja fel a szokásrendet, érzékeltetve az, hogy a két fél egyenlő. Egyenlő. Illetve, hogy megváltoznak a prioritások. Hogy házasság előtt a szülőt kell tisztelni, házasság után pedig a feleséget kell tisztelnie a férnek. Tehát nagyon a gondolat az akár mai is lehetne. Márpedig ugye a szövegünk egy Krisztus előtti 8. század. Vagy esetleg még korábbi. Megváltoznak a prioritások. Illetve, hogy a kettő egyé lesz, ugye ezt mondja, és ez nem csak fizikális értelemben érvényes, hanem ez lelki, szellemi értelemben is érvényes. Tehát visszatérünk oda, ahol a papi teremtés történetnél hagytuk abba, hogy ez a Szent Háromságos vonatkozás. Tehát, hogyha valaki a Szent Háromságot meg akarja érteni, akkor nem kell messzire menni. Egy házas embernek szerintem nagyon könnyű dolga van, könnyebb dolga, mint nekünk atyáknak, mert ők tudják, hogy hogyan lesz a kettőből egy. Ugye, amit a Szent Háromságnál tanítunk, analóg módon, hogy hogyan lesz a háromból egy. Szellemi, lelki értelemben, vagy két különböző személy, egyetlen lényeg. Három különböző személy, egyetlen isteni lényeg. Tehát megvan a jelzés, ami utal a Szent Háromságra. És hát nyilván ez azt is jelentette a kornak a szokásai szerint, hogy innentől kezdve a férnek a családja az asszonynak a testvérévé vált. Tehát a rokonság, a szülők, a férnek a konkrét vérszerinti testvérei, tehát családtagnak számítottak onnantól kezdve. Ott a hagyományban volt egy ilyen vonatkozás, ami az asszonyt egyenlővé tette. Ami egy picit negatív benne, hogy az, hogy az ember passzív. Úgy, ahogy a korabeli házasodási szokások esetében, hát passzívak voltak, mert más rendelkezett felettük. Ennyi nyoma a korabeli szokásoknak megvan. Tehát itt a
ennyit mond a két teremtés történet, és akkor most tennénk egy áttekintést azokból a legfontosabb helyekből, ahol házasságnak a képét használja fel arra, hogy Istennek és az ő népének a kapcsolatát érzékeltesse a Szentírás. Ugye, hogy is mondja ott a második törvénykönyv 31. fejezete, hogy Isten soha nem fogja elhagyni az ő népét. És itt csak néhány szempontot szeretnék kiemelni, nem akarom végigmagyarázni az egészet, hogy Ozeás könyve mindegyikünk ismeri, ahol Isten megparancsolja a prófétának azt, hogy vegyen el egy parázna asszonyt. És ezt az asszonyt a próféta mindig visszafogadja, tehát minden házasság törése, minden ellenére mindig visszafogadja, irracionális módon szereti. Azt is mondhatnánk, hogy már szinte beteges módon. Miért? Mert Isten ugyanilyen irracionális módon szereti az ő népét, hogy minden ellenére vissza fogja fogadni. Bármit is csinál. Ugye Ozeásnak ez a fajta tanúsága a saját életével, ami Istennek, ez a minden határon túlmutató szeretetéről szól, ami irracionális számunkra, emberek számára. Azt mondja, így szereti az ő népét. Ugyanez Jeremiás prófétánál. És itt Jeremiás prófétánál érdemes kiemelni az ő nőtlenségét, kicsit gondolva Werfelnek a regényére, és hogyha valaki kézbe veszi, hát ott ő másképpen mutatja be, mert Jeremiásnak a nőtlensége az ítéletnek a jele. Amikor nem működik Istennek a teremtő és áldó szeretete, az az ítélet. Nem lehet felesége, nem lehet gyermeke. Ez nem az Isten országáért vállalt nőtlenség, bármennyire is kedves lenne, hanem az ítélet. Ezekiel próféta, ugyanez a perspektív, ott ő történelem teológiát ad, elég nyersen beszél az Úrnak a népével való kapcsolatáról, a 16. fejezetben egy lelenc kislányként ábrázolja Izraelt, akit az Úr felnevel, és majd később feleségül vesz. A 23. fejezetben meg egyenesen kettő felesége van az Úrnak, ugye ketté szakadt ország, Júda és Izrael, akiket visszafogad. És ott is ott van a mozzanat, a prófétának a saját élete, amikor meghal a felesége, az Úr megtiltja neki, hogy gyászoljon. Miért tiltja meg neki? Azért tiltja meg neki, mert a fogságban lévő Izrael sem gyászolhatja meg Jeruzsálemet, Istennek a városát. És a prófétának át kell élnie ezt a fajta megkötözöttséget, ezt a fajta ítéletet. Izajás próféta, ahol hosszadalmasan beszél Deuterum et Trito Izajás arról, hogy Isten bár eltaszítja az ő népét, az ő ifjúkori szerelmét, házastársát, de vissza fogja fogadni. Hogy itt vannak a legjelentősebb részek. És hát ugye az egyik csúcspont az az énekek éneke, ami azért izgalmas, ugye nem nagyon szokott föltűnni a tanulmányaink során, hogy a húsvét ünnepén olvassák a zsidóságon belül most is. Annak ellenére, hogy elég naturalisztikusan mutatja be a férfinő kapcsolatot, de az értelmezés az ennél több, ugye allegórikusan szoktuk értelmezni. Istennek és az ő népének a kapcsolata, hogy ahogy a férfi szereti a nőt, a feleségét, a jegyesét, vonzódik hozzá, Isten ugyanígy vonzódik az ő népéhez. Ozeás próféta. Ugye, új szövetség kibontja ezt a viszonyrendszert, a II. Korintusi levél 11.2-ben, ahol azt mondja, hogy az egyház, mint egy tiszta szűz, ugye itt a korintusi egyház jelképezi az egyházat, el van jegyezve egy férfinak, Krisztusnak. Vagy ami a legjelentősebb szerintem ilyen szempontból, az Efezusi levél 5.22-32, ahol azt mondja, hogy tehát én így szoktam a kispapoknak mondani, hogy azt magyaráz a Szent Pál apostol, hogy nem azért válunk el, vagy nem válunk el, mert akkor csúnyán néz ránk, mondjuk a presbiter, vagy az atya, ugye a mai időszakban, meg hogy tilos. Nem, hanem azért, mert azt mondja Szent Pál, hogy Krisztus sem hagyja el soha az egyházát, hanem az életét adta érte. És hogy ez kötelez minket.
meg kötelezi a házastársakat, ott egy kicsit a kornak megfelelően fogalmaz az apostol, hogy a nő vesse alá magát a férfinak. De a lényeg az az, hogy ahogy Krisztus szerette az egyházát, az életét adta oda érte. Hogy valami Istennek ebből a szeretetéből, ami megjelenik a házasságban. Tehát, hogy nem azért tilos elválni, mert tilos, meg valaki csúnyán néz ránk, hanem azért, mert van benne valami ami Istenre emlékeztet minket, ami bennünk Isten képe és hasonlatossága, hogy ahogy Isten életét adja a fia révén, a fiának az életét adja ezért az egyházért, ugyanúgy kell a férnek is a feleségéért az életét adnia. És ugye ennek a beteljesedése majd ott lesz a Jelenések könyvében, ahol azt mondja, hogy a megdicsülteknek a mennyei közössége az, amely már készen áll a báránynak a mennyegzőjére. És még sok példát lehetne mondani, egyébként izgalmas lenne arról beszélni, érdemes megnézni a kánai mennyegzőt. Amire azt mondja a János evangéliuma, még akkor kérek 2 percet, azt mondja a János evangélium, hogy ez volt Jézusnak az első jele. És miről is szól ez a jel? Arról, hogy van egy mennyegző, megszorul az ifjú pár, és Jézus csodát tesz. De ennek a csodának van egy mélyebb értelme, ez a végidőbeli nagy mennyegző, amiről a Jelenések könyve beszél. Amit Isten az üdvözültek sokaságának készít, az már ott Kánában elkezdődik. És ezért pirít rá Máriára is Jézus, aki nagyon földi szempontból fogja meg az eseményeket, hogy ez még nem az ő órája. Ez nem az a mennyegző, amiről majd valójában szó kell, hogy essen, ami majd a végidőben fog bekövetkezni. És én itt le is zárnám, és csak úgy magán gondolatként, meg vallásos meggyőződésem, én csak annyit szeretnék mondani, hogy amikor manapság ugye itt a gender témakörről ugye ennyire vitázunk, egyetlen egy dolgot tartok nagyon veszélyesnek, kicsit dramatizálva, és akkor, hogyha dugja be egy picit a fülét, úgy szoktam fogalmazni a híveknek, hogyha sikerülne ez az elképzelés, megszüntetni a nemeket, megszüntetni vele együtt magának a házasságnak és a mögötte lévő nagyon mély kapcsolatnak ezt a fajta rendszerét, akkor már semmi sem hiányzik ahhoz, hogy az Úr másodjára eljöjjön, mert a mi emberi világunkban az egyik utolsó olyan része az életünknek, ami isteni eredetű, ami konkrétan foghatóan isteni eredetű, a Szent Háromságos jelleget hordoz, ami emlékeztet minket Istenre, ami révén mi Isten képe és hasonlatossága vagyunk. Ami miatt, amit mondtam, hogy egy házas embernek könnyű a Szent Háromságról beszélni. Ami miatt az Ószövetségben Isten már egész korán leadta a jelzéseket, hogy valami olyan dologról beszélünk, ami a leglényegét tekintve nagyon is Istennek a belső életéről szól, ami megjelenik, ami sokszor nagyon egyszerű, meg gyarló ember életünkben. És hogy ezt megszüntetik, akkor onnantól kezdve, akkor tényleg lehet várni azt, hogy az Úr másodjára eljöjjön. Mondom én persze dramatizálva természetesen, mert ezt mi nem tudhatjuk, de az biztos, hogy valami, így legalábbis az Ószövetség tanúsága, meg annak az utóélete nyomán az újszövetségi szentírásban is azt tudnám mondani, hogy valami, ami isteni eredetű bennünk, ugye a Szent Háromságnak a képe. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, de érdemes rá sokszor gondolni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, türelmet. Köszönöm szépen.